Helyesek voltak nagyon. Na, felavatták a világ egyetlen Bud Spencer szobrát Budapesten. Az átadó ünnepségen a színész legenda családja is részt vett, lányának pedig kifejezetten tetszett az édesapjának felállított emlékmű. Bud Spencer filmjeiért a mai napig milliók rajonganak. Most nézzünk meg egy emlékezetes jelenetet az És megint dűbe jövünk című filmből, utána pedig Újréti László színművésszel és Kárpáti György olimpiai bajnok vízilabdázóval beszélgetünk majd. Te! Adj már nekem is egy tölcsért! Tutti frutti, karamell, vanília. Pisztácia. A pisztácia kifogyott. Van vanília, tutti frutti, karamell, rumosdió, kávé. Oké, akkor legyen vanília pisztáciával. A pisztácia kifogyott. Van vanília, karamell, tutti frutti, rumosdió és kávé. Oké, akkor legyen mondjuk tiszta csokoládé, egy kis pisztáciával. Mondd, te süket vagy? A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt. Azért ne kap fel mindjárt a vizet. Hát ha nincs, nincs. Szóval akkor mi a választék? Vendégünk Terence Hill, magyar hangja, Újréti László színművész. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ez a színművész úr kedvenc része? Jók az információi? Egyik kedvenc része? Hát igen, ez... Erre emlékszem, hogy mikor ezt elkezdtük csinálni, a 80, azt hiszem 80-ban szinkronizáltuk ezt, és ez volt az első film, amire kiválasztottak bennünket a Pistával, és hát mi mint egy gyerekfilmet úgy néztük, puff, piff, és úgy csináltuk. És aztán láttuk, hogy úgy nevetnek rajta sokan, ott a stábból, de úgy mi nem nagyon csináljuk. És mikor ez a jelenet volt, ezen hónapokig röhögtünk, mert ez egyébként nagyon jól van megírva. Igen. Szóval olyan Igen. igényesen van, poénra van megírva, sajnos akkor, illetve hát akkor erre nagyon odafigyeltek, és szóval rendkívül szórakoztató volt, és akkor ezt mindig mondtuk, aztán találkoztuk valahol, pisztácia elfogyott csak. Igen, ez egy ilyen klasszikus. Na és közben, ha minden igaz, akkor velünk van Kárpáti György, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Előbb egy picit megijedtünk, azt hittük, hogy a telefonvonalra valami kis baj van, azért nem konferáltuk fel a második beszélgetésünk elején, de örülünk, hogy végül is sikerült. Ha jól tudjuk, akkor önök jó barátok voltak Bud Spencerrel, ez igaz? Hát hála Isten, így hozta a sor, és ez végig szaladt az egész sport életemben, hát egy 50-60 évig, és különböző történetek, és hát... Egyik legjobb barátom volt, és hálát adok az Istennek, hogy barátom lehetett Carlo Perez Zoli, mert egy csodálatos ember volt. A 1950-es években együtt kezdtük a vízipolót, ő a olasz válogatottban játszott, 50-szeres válogatott volt, és 100 gyorson Európa bajnok volt, ő is 57-et úszott másodpercet, mint én, úsztunk egymás ellen, hát többször vett meg, mert hát mondtam, megismerhetett, mert a kaja az egy méterrel hosszabb volt, tehát a benyúlásnál megvett, és mondtam neki, hogy ez nem igazságos, és akkor mondta, hogy a legközelebbi versenyen ad nekem egy méter fort, és akkor egálva leszünk. Egy tünd ember volt, és tele történetekkel vele, és hát mondom, a két évvel, ugye halála előtt tartottuk a kapcsolatot, a sport életünk alatt sokat, játszott Magyarországon legalább 8-10-szer válogatott mérkőzés, még a 1960-as évben, amikor római olimpia volt, akkor kapta a szerződését, Amerikába, és akkor vajuzott, hogy játszon-e, mert ő volt egyik legjobb játékos a olasz csapatban, hogy menjen. Na most elcsábult, ment Amerikába, hát jó tette, abba is jó volt. Mindenben, amit csinált, mindenben jó volt. De vízilabdával, hát egy vízbe játszani vele, ha bár mind a ketten csatárok voltunk, és nem nagyon, hála Isten, nem ütköztünk, mert ugye ő volt kb. 50 kilóval több,
meg egy méterrel hosszabb, de nem bántott senkit, amúgy se. Ez egy ilyen fanyűvő óriás, egy nagyon aranyos ember volt. Olyan, amilyennek őt gondoljuk így a filmjei által, gondolom, akkor ezek szerint az életben is pont olyan volt. Egy kicsit meg visszakapcsolunk a művész úrhoz. Miben rejlettek ezeknek a filmeknek a sikerei? Hogy ennyien szeretik, mert még az én korosztályom is azt mondom, hogy... Az melyik is? Látod, hát a 20-as években járó hölgyek és férfiak, és tátott szájjal tudnak leülni vasárnaponként a képernyő elé. Igen, erre volt egy személyes élményem, hogy kiadtak egy ilyen nagyon szép kiadványt a németek, ahol legalább ilyen Európában, Magyarországon és Németországban van a legnépszerűbbek, és megvették ennek a jogát, mindegy, itt valaki kiadta, gyönyörű kiadás, és a Dürer kertben volt egy ilyen hát könyvbemutató, és kérték, hogy ekkora nagy gyönyörű könyv, és 8000 forintért adták, és hogy itt maradnék-e dedikálni, hát mondom, hát én mit dedikáljak, hát a vizé dedikáljon a Terence, de nem, hogy íze, nem mondom, jó. És voltak, hát elég sokan voltak ott, mert koncert volt utána, és azt láttam, hogy valami elképesztő sor áll könyvvel kezükbe, de nem az volt az érdekes, hanem ilyen 40-es, 35-40-es apukák, a nyakukba gyerek, és álltak sorba, ahogy hívják el. De hogy a népszerűség egyébként, hogy mennyire népszerűek itt, erre van egy másik személyes élményem, mikor megvolt a temetés. Ugye rögtön fölkerült az a videó, ahol ő mondott egy beszédet a koporsó előtt, és, illetve a ravatalon. És hát ez fölkerült, én is láttam aznap, nem tudom, valamelyik lap is. Délután egyszer csak szól a telefon, és fölhívott az egyik filmstúdiónak a vezetője, hogy te bejönnél-e, megvan a fordítása, hogy rámondanád-e ezt a... Ezért? Hát mondom, de hát minden YouTube-on, meg mindenhol fönn van. Nem, és mondom, mit csináltok vele? Hát azt mondja, föltesszük a YouTube-ra, meg ide-oda. Hát még ott úgy kételkedtem egy darabig, de mondom, jó, elmegyek. Na mindegy, másnap reggel bementem, pár óra múlva hazamentem, a feleségem már azt mondta, hogy több mint 60 000-en kattintottak rá. Másnap, nem telt el 24 óra, fölhívott ez a hangstúdió főnöke, azt mondja, tudod hányan kattintottak rá? Mondom, nem, 360 000-en. Atya úristen. Tehát ezt egy nap leforgása ez alatt. Egy nap leforgása alatt. Hát egyébként ez most egy jó példa volt, én azt gondolom, ez is, ez most számokban ugye ki tudtuk fejezni, meg ki tudta fejezni, de azért azt gondolom, hogy ennél sokkal többet mutat az, ezt az egész, nem is tudom, ami ezt a milliót belengi, úgyhogy én imádom, megmondom őszintén. Tehát, nagyon szépen, és nagyon szépen köszönjük, hogy egy picit segített. Köszönjük, természetesen Gyuri bácsinak. Rendelkezésünkre áll. Köszönjük.